Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás november 27-én. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei. Erre megnézzük most az első kártyát. Ezen a képen a hegyek láthatóak. Az természetesen jelenthet egy ilyen környezetet, egy kirándulást, vagy ott lakik a környéken, vagy tervezi azt, hogy egy hegyes vidéken legyen. Ez a hegy mutatja a problémákat, egy nagyon nagy problémát, amit neki meg kell oldania. Azon kívül ez a kártya, ez jelenti az időt is, mégpedig a téli hónapokat. Vannak gondjai, a télen ezt meg szeretné oldani, és előfordulhat, hogy a hegyvidék az, ami számára most nagyon fontos, vagy szereti ezt a környezetet. A második kártya mutatja az ő érzelmeit. Itt ezen a képen a felhő látható. Az azt jelenti minden átláthatatlan, bizonytalan számára. A hatos szám utal a múltra, gyakran a gyermekkorra, itt vannak ilyen emlékek, nosztalgikus pillanatok. Itt ennél a kártyánál láthatunk egy világos felhőt, meg egy sötétet is. Ez utalhat változásokra, a sötétebb szín a félelmekre, amin neki át kell tenni magát. Ez a kártya jelent fél évet. Természetesen jelentheti azt is, hogy ő úgy érzi, fél éven belül változnak az események. De mivel a hatos szám miatt itt a múltról is van szó, ő elgondolkozik azon, mi történt az elmúlt fél évben, vagy mi volt 6 hónappal ezelőtt. A következő kártya mutatja azt, milyen lépéseket tesz irányotokba. Ez a kártya változásokra utal. Az lehet egy munkahelyi változás, vagy egy költözködés. Ő nem fogja elsietni a dolgokat, mert még itt vannak problémák, amit meg kell, hogy oldjon. Minden olyan átláthatatlan. És a következő kártya mutatja a napi energiát, egy lelki üzenetet. Légy bátor, és ébreszd fel benned a fény erejét. Harcolj a jóért. És ez volt a mai lelki üzenet. De nekem is van egy üzenetem. A Facebookon van 2 oldalam. Az egyik Dendera Medici, a másik Dendera Susanna Medici. És az utóbbin megjelenik minden nap a napi energia a maja naptár szerint. Azt is közlöm, mikor indul egy új hullám, mikor nyílik egy égi kapu a plejádok felé. Ott láthatjátok képen, ezek a saját képeim, és ezekhez a képekhez leírom azt is, hogy mi a jelentése, és mit közöl számunkra ez a maja kalendárium. De ne ijedjetek meg, ha németül van a szöveg, mert alatta megvan a magyar fordítás is. És ez volt a 3 kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás. Viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást. A díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500.
És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!